Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Francis Fukuyama szerint egy olyan országnak, mint Magyarország nem szabadna már az Európai Unióban lennie, mert itt nincs demokrácia. A filozófus úgy látja, hogy Ukrajna viszont sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország. Közben a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági lapja szerint itt lenne az ideje, hogy az EU kizárja Magyarországot. De vajon hogyan értelmezhető Fukuyama értekezése? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy egy norvég professzor szerint a NATO-t már fel kellett volna oszlatni, mert a bővítése felelevenítette a hidegháború zéró összegű logikáját és súlyos konfliktusokat okozott. De vajon hogyan alakul a katonai szövetség jövője? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Giró Szász András, aki szerint a Fukuyama féle elképzelésekben nincsenek alternatívák. Fukuyama az imperialista politika ideológiai megzenésítője. Ezt már Schiffer András mondja. A stúdióba várjuk Hegyi Gyulát, aki azt gondolja, hogy az európai történelemnek nem vége, hanem célja van. És itt lesz velünk Tóth Máté, aki úgy véli, hogy Amerika már nem a mindenható aktor. A világ már nem úgy táncol, ahogy ő fütyül. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Francis Fukuyama 1989-ben a történelem végével hívta föl magára a figyelmet, bár kétségtelenül előtte is mélyen szántó munkásságot végzett, mint filozófus. Most viszont azt mondja, hogy nem érti, hogy olyan országok, mint Magyarország, hogyan lehetnek még tagok. Ezt ti hogyan értékelitek, András? Kezdjük veled. Szerintem Fukuyama, amióta kiderült, hogy a történelmek nincs vége, azóta egy ilyen nagyon, nagyon sok frusztrált és a valósággal nem éppen hát hasonló kijelentést tett. Tehát azért az elmúlt években jó párszor bele lehetett szaladni abba, hogy az Európai Unión belül, azon belül is közép-kelet-európai tagállamok tekintetében mondjuk azt, hogy olyan minősítéseket engedett meg, amely minősítések mögött nem az volt a probléma, hogy ő ezt gondolja, hanem az, hogy a saját brendje, a neve brendje annyira megemelte egyébként a tárgyi tudás nélküli minősítéseket, hogy azok komoly ívet tudtak befutni a világban. Ez a jelenlegi is ebbe tartozik bele. Én valamikor a 2000-es évek közepén találkoztam vele személyesen, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagy csalódás volt számomra az a találkozó. Schiffer András? Hát szerintem helyezzük el a beszélő fejet, hogyha megnézzük azt, hogy Francis Fukuyama mely agytrösztöknek, társaságoknak és a többinek a tagja, akkor azt látjuk, hogy ezek a think tankek, ezek mind a természetesen nem létező amerikai deep state-nek a fontos talpkövei. Teljesen véletlenül Francis Fukuyamának a neve fölbukkant az Action for Democracy című NGO tanácsadó advisory boardjának a névsorában, és nyilván ez is teljesen véletlen. Nem hülyeskedni akarok, csak amikor azt mondom, hogy helyezzük el a beszélő fejet, akkor arra utalnék csak, hogy az az amerikai úgynevezett politológus, aki az összes ilyen think tankbe, ami releváns az amerikai deep state működése, az imperialista külpolitika megtervezése szempontjából ott van, azt én annak látom, ami egy apologétának, tehát hogy az imperialista politika ideológiai megzenésítésén dolgozik. Ez történt a hidegháború végén. A történelem vége az nem jelentett mást, mint az amerikai hegemóniát, a neoliberális konszenzust valamilyen módon, idézőjelbe tessék érteni, el kellett adni a népeknek a szószoros értelmében, mert hogy a földkerekségen el kellett adni. Aztán először a globalizáció kritikus mozgalmak ezredfordulós jelentkezésénél, majd 2008-ban a pénzügyi világválságnál kiderült, hogy hát a király mesztelen, tehát a neoliberális konszenzus megbomlott, azóta élvezzük a woke, a progresszív őrületnek a áldásos hatásait. Csak azt akarom mondani, hogy
Francis Fukuyama valójában nem egy hatalmas teoretikus, hanem egy apologétája a rendszernek, a főáramú Amerikának. Nyilvánvalóan, hogy azok, akik az amerikai külpolitika agytrösztjeiben ülnek, azok alapvetően tökéletesen érdektelenek és érzéketlenek a világ távolitájainak a belső mozgása iránt. Nem is gondolom, hogy egyáltalán fárasztotta volna magát Francis Fukuyama, hogy akár Magyarország, Ukrajna, de bármilyen másik Amerika szempontjából periférikus, gyarmati létre kárhoztatott országnak a belső világát, érzéseit, hagyományait megértse, megismerje. Máté? Egyetértek ezekkel. Az a figyelmeztető, hogy igazából független attól, hogy Fukuyama milyen minőségben, kinek az érdekében beszél, ezeknek veszélyesen tud súlya lenni. Ilyen félrekalibrálás, hogy mi a tartalom, azért ilyeneket látni, tehát demokratikusabbnak tartani Ukrajnát akkor, amikor 60 órás munkahetet vezetnek be, nem hagyhatják el emberek az országot, ugye rabszolgatörvény van, korlátozták a szakszervezetek jogát, betiltották a háború, egy része magyarázható ezzel, de betiltani az ellenzéki pártokat, tehát ezt demokratikusabbnak súlyozni, akár a körülményekkel együtt csomagban is. Kisebbségi jogokról ne is beszéljünk, ami azért részben az oka volt, legalábbis az orosz oldalon mindenképpen része a háború megokolásának, az eszkalációnak. Ez lelke rajta. A veszélyesebben az, hogy ugye látunk már ilyet régen is, aztán Blackstone bíró volt az, aki nem szerette Franciaországot, ezért Franciaországot ugyanolyan maradi országnak címkézte és zűrzavarosnak, mint Törökországot annak idején. Lehet ezekkel vitatkozni. A gond az, hogy ha ezeket sokat mondják az ilyen Fukuyama-szerű bekiabálók, akkor egy idő után azért az amerikai közvélemény, az is, aki érdeklődik a közeseményei iránt, azért talán hajlamos ezt elhinni, és ezeknek ezért van veszélye. Ugye onnan nézve Magyarország, pontosan, onnan nézve Magyarország, Ukrajnát, ugye mindannyian ismerjük azokat a videókat az internet mélyéről, amikor átlag amerikaiakat kérdeznek arról, hogy hol van Afrika, és nem találják meg a térképen, vagy a törököket kell keresni, és akkor visszakérdez a hölgy, hogy az nem egy madár, ugye törki, pulyka. Hogy onnan nézve azért nagyon-nagyon pici és marginális Ukrajna és Magyarország. Ha valakinek így sokat mondja, CNN-be idézik, BBC, nem tudom milyen helyeken, hogy Magyarország diktatúra, Ukrajna ellenben milyen demokratikus, akkor ott már lényegesen nagyobb hullámokat. Ez egy tudományos tétel, innentől kezdve. Hát én bevallom, annak idején már, amikor akkor is írogattam, én bár nagyon kicsi voltam, a Fukuyama meg nagyon híres, én akkor is azt írtam, hogy ez ostobaság azt mondani, hogy a liberális demokrácia, az amerikai liberális demokrácia történelem vége. Mondjuk én két világnézethez kötöttem életembe, a marxizmushoz meg a kereszténységhez, és ugye a két világnézetnek sok különbsége van, egy közös azonban van mind a kettőben, hogy azt mondja, hogy a történelemnek van célja, az emberi történelemnek van célja, vagy egy osztály nélküli társadalom, vagy Krisztus újabb visszajövetele, egyáltalán valamifajta emberségesebb, jobb világ, és azért a történelem céljának azt vallani, hogy a Wall Street még 10 000, 100 000 évig megmarad, és ugyanúgy működik az amerikai részvénytős, de mint jelenleg. Tehát ezt mondjuk egy publicisztikai fogásnak elfogadtam, de azt gondolom, hogy semmi köze a filozófiához, ha már filozófiának nevezzük ezt az embert. Amit pedig mondta, te is, Máté, mondtál, én sok tekintetben hajlandó vagyok bírálni a magyar demokráciának az állapotát, nyilván nagyon sok van, amiben egyetértünk, amiben bírálnánk, van, amiben nem értenénk egyet, de hát nyilvánvalóan egy hadban álló, világ legkorruptabb országának tartott Ukrajnánál a jelenlegi magyar rendszer bizonyosan nem rosszabb. És még egyet talán, még annyit hozzátenni, hogy abban eleve van valami számomra, aki Európai Unió a parlamenti képviselő voltam, majd a bizottságnál is, van valami eleve kicsit bosszantó, amikor az amerikaiak állandóan el akarják dönteni, hogy ki való az Európai Unióba és ki nem. Ki jó tag az EU-ba, nem. Majd hallottatok olyat, hogy akár még a von der Leyen is, vagy akár a Gyurcsány, az mondja, hogy az amerikai államok szövetségébe kit vegyenek föl, kit ne vegyenek föl. Tehát Európa mégis csak maradjon európai. De ez nagyon fontos, amit mondasz, mert akkor hadd idézzem Virág elvtársat a tanú végén, amikor lóg a villamosról, hogy miért fájuk én maguknak. Miért fáj az Egyesült Államoknak Magyarország? Én azt gondolom, hogy csak akkor folytatva a Gyulának a gondolatmenetét, hogy az Egyesült Államok vagy az Egyesült Államok vázában gyökeredző globális nagytőke
alapvetően maga alá akarja gyűrni az Európai Unió. Tehát ez egy egyközpontú Európai Unió kell, amit az emberektől elszakított bürokrácián keresztül a magántőke alapok úgy rángatnak, ahogy akarnak. Ennek a törekvésnek egy komoly akadálya van ma, ez sajnos nem a munkásmozgalom, mert olyan Európában nem igazán van jelen pillanatban, hanem a különböző nemzetállami szuverenista törekvések. Na most Magyarország, a magyar miniszterelnök ráadásul célkeresztet is rajzol magára, mert sok tekintetben, a Gyula is említi, a magyar demokrácia, a magyar jogállam minőségét okkal lehet bírálni. Jegyzem meg, ezek nem az elmúlt egy-két évben keletkezett sebek, hanem mondjuk 10 és 13 között jellegzetesen, amikor nem indítottak ezért velünk szembe semmilyen forrás megvonási jogállamisági procedúrát, zárójel bezárva. Például csak, hogy egy legutóbbi tételre fölhívjam a figyelmet, hogy ez a bizonyos Joruva-féle média szabályozási kísérlet meg is mondja, hogy Magyarország a cél, hát könyörgöm, itt lehet a legkisebb ellenállás irányába elmozdulni, hogyha központosítani akarunk. Valójában nem a média rendszer önmagában, és nem is Magyarország a célpont, hanem hogy még olyan országokat is, mint Franciaország meg lehessen törni, be lehessen ékelni egy ilyen bürokratikusan összetartott katyvaszba, Európai Egyesült Államokba, és a legnagyobb támadási felület Magyarország, és azon belül a magyar kormánynak a médiapolitikája, mert hát akár itt is ugye, hogy a közszolgálati média mennyire kiegyensúlyozott, hogy a kormánypropaganda léte egyáltalán mennyiben indokolható, nehéz jó érveket találni Magyarország védelmébe. Akkor itt támadunk. Mikor néztél utoljára a CDF műsor? Nem nézek tévét, István. Nem nézek tévét. Ez annyira így van, amit az András mond, hogy amikor a Fukuyama megírta ezt a történet végét, akkor ő igazából nem feltalált valamit, hanem pontosan a szócsövévé vált ennek az elképzelésnek, és azóta, most ez teljesen mindegy, hogy a antiglobalista mozgalmak, vagy éppen az arab tavasz sikertelenség, vagy sok minden, egyrészt rámutatott arra, hogy ez mennyire, hát, stabilitás nélküli ez az elképzelés, a történet vége. Másrészt nagyon érzékenyen érinti őket, hogy az, amit akkor megfogalmaztak, az a egy logikán alapuló, kikezdhetetlen, abszolút igazság, hogy ők határozzák meg a törésvonalat a jó és a rossz között, a fekete és a fehér között, az most már nem csak a nagy világban, más kultúrákban, hanem az úgynevezett atlanti világban is alternatívák jelennek meg, és az alternatíváknál a legnagyobb veszély számukra az, hogyha az egyszerű halandó, a befogadó közeg, az állampolgár felfedezi azt, hogy az alternatívában van logika. Mert ha van benne logika, az egy életképes valami, és akkor döntési helyzetben van az állampolgár, míg a Fukuyama féle elképzelésben, ami még egyszer mondom, nem az övé, ő csak a hangadó ennek, a Fukuyama féle elképzelésben nincs alternatíva. Alternatíva hiányának, a megszűnésének a félelme az, ami ezt a helyzetet okozza. És hogyha ránézünk, András, a mostani európai mármint a politikai térképre, Svájcban volt egy választás, ahol a legnagyobbat a populista jobboldal szakította, a legnagyobb veszteséget ott két zöld párt is volt, a két zöld párt szenvedte el. Németországban a Wagenknecht párt alapítása után az látszik, hogy a kormányt még nem viselt formációk, persze ez nyilván egy fikció, hogy itt egy halmazról beszélek, de a kormányt nem viselt formációk ma 40%-on állnak a korábbi 23-24-hez képest. Türingiában, ott lesz a legközelebbi tartományi választás, a Wagenknecht és az AfD együtt majdnem 60%-on állnak. Hát. Menjünk tovább, Hollandiában. A hidegháború vége óta nem volt arra esély matematikailag, hogy az úgynevezett jobboldal, egy tisztán jobboldali, tehát a liberálisok és mások nélküli kabinet tudjon alakulni. Franciaországban Macron, ez egy dolog, hogy nincs parlamenti többsége, de a szuverenista baloldal és Le Penék között vergődik úgy, hogy ráadásul a gólista hagyomány is keményen szembe ment. És nézd meg, hogy elkezdett szuverenista mondatokat nem mondani. Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb baja tulajdonképp maga a nyugat számára a legnagyobb baj annak, hogy ez a Fukuyama féle deep state
átmos minden, kötelezővé teszi ennek a folytatását minden úgynevezett mainstream párt számára, hogy gyakorlatilag megszűnik mondjuk a keresztény, Németországban látjuk a kereszténydemokraták, liberálisok, zöldek és szociáldemokraták között, gyakorlatilag különbség, minden különbség semmi. Megszűnik. A választó egy ideig elhiszi azt, hogy az a jó, hogyha ugyanazt mondják mindenki. Lesz. És utána meg rájön, hogy nem jó, és akkor elkezd jobbra keresgélni, vagy balra keresgélni. Mm-hmm. És akkor azt mondják, hogy szélső jobboldali fasiszta, vagy ritkában kommunista, holott egyszerűen elege van abból. Putyin bérez, én is az vagyok. Igen. Hanem egyszerűen megunja az ember az, hogy nincs, hát arról szólna a demokrácia, hogy váltogazdaság. Ez nem arról, hogy ugyanazt mondjuk. Ez, amiről beszéltek, ez ugye az alternatíva keresés, ez már egy következmény. Ez viszont ugye egy konfliktusra reagál, mert hogy tényleg azt látni, hogy ezek az ellentétes érdekek, az egyik az Egyesült Államok, aki vagy az Egyesült Államok mögött álló nemzetközi pénz, magántőke, bárhogy címkézzük, teljesen mindegy. Ezek ilyen tektonikus lemezekként ütköznek össze Európában, és ennek mintha most már két szintje lenne. Az egyik a magától értetődő, a nemzetállamok, a nemzetállamok veszélye, akik mondjuk ebből letöredeznek, és a csak egy és kizárólag egy narratívájából kibeszélnek, ez a magától értetődő szint, de mintha az Európai Uniót is már, a következő szintet is ugyanilyen elánnal gyűrné maga alá ez a mozgás. Amikor megnézzük, hogy honnan jön az ihletettsége például az SMS. Az SMS, így van, hát ezek ugye a legplasztikusabb szimbólumok. De akár csak ha megnézzük a jelenlegi Európai Uniós közös döntéseket, szankciók voltak ennek a legtranszparensebb példája, ezek a nemzetállamok érdekét nyilván nem szolgálták, de vajon az Európai Unió egészének az érdekét szolgálták-e? Hát nyilván nem, és ebből most a 12. csomag az maga a groteszkség ne továbbja, ahol atomerőműtől, földgáztól, a gombos tűig terjedően keresik az újabb intézkedések az eddigiek. Mintha azt látnánk, hogy az a bizonyos brüsszeli bürokrácia, amelyik mérhetetlenül nagyra duzzadt, azt önként veti alá magát ennek az erőszaknak. Az igazság, hogy a versenyhelyzet hiánya az elszoktatja az embert, a politikust is, elszoktatja a megmérettetést és a megmérettetés főbb fakadó edzettségtől. Tehát az a mainstream, ami az elmúlt 30 évben jellemezte a politikai világot, az a mainstream lényegében abban a tudattal kelt föl reggel, hogy nincs vetélytársa. Ahol a tudattal feküdt le este, hogy másnap se lesz vetítása, magyarul elkényelmesedett. És amikor ilyen alternatív, és egyébként a logikát a logikával rendelkező alternatívák jelennek meg, akkor nem tud más csinálni, mivel nincsen edzésben, mint hogy azt mondja, hogy szalonképtelen, kiszorítom őt. Nem mert abban a pillanatban, leír a lába a másik mondandójának a földre, abban a pillanatban közelebb kerül a választóhoz, mint ő, a mainstream. Ezért a stílusháborúba tolja be, kiszorítja, szalonképtelenné teszi, degradálja, és egyszerűen nem hajlandó versenyezni, nem hajlandó a zsűri pozícióját feladni a versenyzésre. Hadd legyek egy icipicit, bár lehet, hogy nem illik ezt mondani, de valahol ez talán személyfüggő is. Valahogy Nyugat-Európában eltűntek azok a politikusok, amikor De Gaulle ugye azért tudott még Amerikával szemben önálló francia politikát folytatni, mert tábornok volt a háború alatt. Mitterrand is tudott. A Mitterrand is pontosan. Még a Kohl is még tudott. A Kohl is tudott. Én emlékszem, amikor még Berlinben voltam, amikor a irakot megtámadták az amerikaiak, és ugye a franciák is a németek nem vonultak be, sőt elítélték ezt a háborút, és akkor nem tudom, tudjátok-e, a Rodin gondolkodó szobrának a másolatát kitették az amerikai és a brit követség elé a brandenburgi kapunál. Jelezve, hogy mi gondolkodunk szembe veletek, hülye amerikaiak. Ezek az emberek sajnos eltűntek a politikából. De ez összefügg, tehát igen, persze, ennek persze. A rendszernek nincs szüksége. És jöttek utána ilyen von der Leyenek, aki szociális miniszter volt, meg nőgyógyász volt, és aztán oda tették országgyógyásznak, vagy világgyógyásznak. András. Ez, amit az András itt az előbb mondott, az egy nagyon fontos tényező. Tehát, hogy addig, amíg már korábbi történelmi időszakokban a mainstreamtől jelentsen ez koronként mást és más eltérőket, sokszor durva, nyílt erőszakkal semmisítették meg, jobb esetben száműzték, betiltották, de adott esetben börtönbe vetették, kinyírták. Ez most nem így történik.
hanem teljes morális hitelét próbálják megsemmisíteni, vagy éppen a közösségi platformokon egyszerűen nem létezővé tenni, ahogy Trump elnökkel csinálták ugye elnöksége utolsó heteiben. Most, hogy ez mennyire így van, Wagenknecht pártot alapít, majd a korábbi német szövetségi elnök Gauck már rögtön neki kezd, hogy Wagenknechttel vagy a Wagenknecht-féle formációval ugyanúgy kell bánni, mint az AfD-vel. Tehát magyarul elhallgattatni, kiszorítani a német demokrácia és szólásszabadság nagyobb dicsőségére. Vagy például Gerhard Schröder, aki mégiscsak egyike a még élő német volt kancellároknak, Angela Merkel mellett, és ami a legfontosabb, bármit gondolunk Gerhard Schröder munkásságáról, az orosz invázió utáni heteknek egy kulcsszereplője a világpolitikában, mert az egyetlen olyan európai szereplő, aki egyaránt beszélő viszonyban volt a Kremlről és a kijevi kormányzattal. Ad egy rettenetesen fontos interjút, ami egyébként napnál világosabban rámutat arra, hogy még Zelenszkijék is hajlottak volna a tűzszüneti tárgyalásokra, az Amerikai Egyesült Államokat fűzte valamilyen múlhatatlan érdek, hogy a háborús feszültség egy pillanatig ne csillapodjon. Mi történik? Schrödert egyrészt Magyarországon is az egyik oldali nyilvánosság agyonhallgatja, majd a komment folyamokban azzal intézik el, hogy ő a Gazprom embere, ami tény, és egy eléggé disznó dolog, hogy a német kancelláriáról valaki átül egy másik nagyhatalom kulcsvállalatának az igazgatóságába, ez tény. Na de ettől még ő kimondott olyanokat, aminek ő egyedüli tanúja és szereplője, tehát ezt elhallgattatni, ez finoman szólva nem illik bele egy liberális demokrácia működésébe, de mégis ez történik, hogy ami kényelmetlen, az diszkreditáljuk és vagy hallgattassuk el. Ennek szerintem nagyon nagy jelentősége van ennek a megállapításnak, mert ugye nem szokás nagyon Carl Schmittre hivatkozni. Ebbe az egybe talán azért érdemes, mert Carl Schmitt, aki ugye a politikai fogalmát annak idén megírta, ő megjósolta azt a veszélyt, hogy a barát és ellenség tematizálásnak, ami nyilván azért a politikainak egy alap distinkciója, azt, ha valaki egy egypólusú világban híve, tehát aki nem híve a pluralizmusnak se belül, se kívül, tehát sem a politikumon belül, sem a világban, hanem egyetlen egy narratívát és fejet akar, az bizony elviszi addig a pontig, hogy nem ellenfelek vannak, nem is ellenségek vannak, hanem diszkreditált, mindenen kívüli, jogon kívüliek vannak, aki a narrációjához, az ő mondásához kívülről viszonyul. És azért alapvetően ezt látjuk most, tehát amíg indultunk valahonnan onnan a középkor hajnalán, hogy azért a lovag csapatok néha úgy csaptak össze, hogy nagyon halott se volt, hanem szinte lovagi tornaként éltek meg egy csatát Franciaországban, még a 100 éves háború előtt, mert az már egy nagy eldurvulás volt. Eljutottunk oda szép nagy ívvel, hogy jelenleg tényleg azt látjuk, hogy nem alternatívák vannak, nem a más vélemény van jelen, hanem aki nem velünk ért egyet, az mindenen kívül van. És az Egyesült Államok most nagyon látványosan így viszonyul minden szereplőhöz, minden politikai üzenethez, minden alternatíva kereséshez Európában is. És az az álszent viselkedés alakul ki ezzel párhuzamosan, hogy akik ezt a mainstreamet mondják, azok a tolerancia jegyében beszélnek. Óhogy ugyanakkor megcsinálják azt, hogy létrehoznak két boxot, és akiket abba beleraknak, azokkal nem kell toleránsnak lenni. És ezért minden olyan gondolati ellenfelet, akik nem a mainstreamet erősítik, beraknak a boxba, akár érdemmel, akár érdemtelenül, és onnantól fogva a tolerancia, mint egy testtartás, az nem érvényes velük szemben. Oké, de mit érnek el vele? Még egy mondatot. Éppen ellenérzéseket váltanak ki. Igen, a Fukuyamáról még egy mondatot azért talán, mert mindig úgy beszélünk, hogy az amerikaiak élnek, szóval a Fukuyama egy, a Amerikán belül egy igazi hidegpolgárháború folyik két világ között, és ő azért tulajdonképpen, amit ő képvisel, meg amiben az Európai Uniót bírálják, azért az nem a teljes Amerika, hanem ez a demokrata párt és a demokrata párt jobb szárnya mögött álló blokk. Te deep state-et mondasz, én nem használom ezt a kifejezést. Az előbb használtad. Vívódom vele, van ilyen vagy nem, de én magában elég az, ami hát a Biden mögött áll, ez az egész külpolitikai, belpolitikai, ideológiai bagázs, vagy banda, vagy akármilyen szót használok. És hát azért tulajdonképpen a republikánusok, akik messzebb állnak tőlem, mint a demokraták sok tekintetben, ég és föld, amit mondanak. Hát erre van ugye Pokol Bélának az a formulája, hogy a birodalmi és a nemzetállami Amerika
birkózik egymással. Amerikán belül is ott van ennek a két tőkés frakciónak a csatája. Ebben van valami. Sőt, arról is érdemes gondolkodni, hogy az elit és a társadalom között is húzhatunk egy törésvonalat. Tehát nem véletlen, hogy ez a deep state, akkor én most azt használjam, ez a deep state a gazdasági uralom mellett mire törekszik? A mediatizáltságnak a birtoklására. És miért? Azért, mert az, amit képvisel, az egyébként a hétköznapi ember józan paraszti eszétől sokszor nagyon távol van. Ezért két dologra volt szüksége az elmúlt 20-25 évben, a médián keresztüli befolyásolás megszerzésére és a politikailag korrekt beszéd kitalálására. Mert az semmi másról nem szól, mint hogy a valós problémákat, ugyanúgy, mint előbb a logikákat, mint a valós problémákat skatujákba rakjuk, és eltesszük, mert arról nem beszélünk. Rendben van, András, de akkor most már próbáljuk már meg valamiféleképpen definiálni és personalizálni azt a bizonyos deep state-et. Igen. Mert akkor megtudjuk, hogy akkor kinek az érdeke. Cui prodest, ez a legfontosabb kérdés. Most mindenki írt rám nézett, ez nem egy előnyös helyzet, de azért fordítsuk meg, és próbáljunk közelebb jutni a megoldáshoz. Szerintem, ha már ezt a kifejezést használjuk, tehát ez a háttérhatalom, vagy mély állam, rendben, de hogy sokféleképpen körbe tudjuk írni, ez valami olyasmiről szól, hogy különböző olyan típusú szerveződések, amik a történelem folyamán kialakultak, és esetleg alternatív gondolkodásra adnak lehetőséget, például a nemzetállam az érdekei mentén, a szerveződése mentén, az adott kulturális közössége mentén, azok kerüljenek minél hátrébb, mert ezek akadályozzák azt, hogy globálisan, egy logika mentén, és ez most teljesen mindegy, hogy gazdasági világfelfogás, de egy logika mentén lehessen valamiféle a hétköznapokat irányító struktúrát kialakítani. Hát, ha már personalizációt kérsz, lehet, hogy abban ki foglak ábrándítani, hogy én olyat nem tudok, hogy most XYZ természetes személyeket felmutatok, vagy akár csak személytársulásokat, mint Bilderberg csoport, mert ez ugye egy nagyon népszerű összeesküvés elmélet tud lenni. Nem akarom teljesen kifigurázni pont egy ilyen beszélgetésben, mert nyilván ezeknek meg a világgazdasági fórumnak megvan a maguk jelentősége. De ha már personalizáció a kérdés, magántőke alapok. Tehát soha a világgazdaság történetében olyan veszedelmes, szörnyeteg, jogi struktúra, mint a magántőke alap nem volt. Mert a hagyományos részvénytársaságok azért valahol a nap végén mégiscsak elszámoltathatók, tehát valahol a tulajdonosok a tőzsdei nyilvánosságon keresztül, stb. Megfoghatók, vagy bizonyos magatartásra bírhatók. Az antitrust törvények azért mégiscsak Amerikán belül is a hagyományos tőkéstársaságok számára azért ilyen közlekedési útvonalakat kijelöltek. Most meg az van, hogy néhány magántőke alap nem csak Amerikában, szerte a világon a legfontosabb gazdasági aktorokat birtokolja. Tehát néhány teljesen átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú képződmény gyakorlatilag a világgazdaság jelent, és itt már nem az amerikai gazdaságról van szó, a világgazdaság jelentékeny része felett ellenőrizetlen hatalmat gyakorol, és ez hogy jön a deep state, és hogy jön ez a deep state-hez úgy, hogyha megnézzük, hogy az amerikai adminisztrációt kik személyesítik meg, itt azért nincsenek Kissingerek, meg Brzezinskik és a többi, mert ezek a figurák, ha éppen nem politikusok voltak, akkor az akadémiai... Nem, pont hogy nem, András, hogy ezek alapvetően az akadémiai szférában nevelkedett politikai stratégák voltak, akik ma az amerikai adminisztrációba csücsülnek, ez mondjuk a Trump kormány idején, ezek a magántőke alapok és lobby cégeknek voltak a kijáró emberei. Tehát gyakorlatilag ezek a nagy tőkés képződmények fogjul ejtették az amerikai adminisztrációt. Innen a Világbankból, ha megnézzük, ugye Nulan, meg nem tudom hány pénzügyminiszter onnan került. Pénzügyi tanácsadó cégektől, de hogyha... A kiálló embereket mindenképpen meg tudod. De biztos, hogy a personalizáció, bocsánat, csak egyetlen mondat a cél, mert hogy az instrumentumokat látni, azért fura jogászként, amikor a Velencei Bizottságtól jön ez egy ihletettség, például egy magyar jogi szabályozási kérdéshez, hogy amikor az NGO-k mozdulnak meg valami
tekintetében. Fontosabb talán ezeknek az irányát látni, mert azért a deep state természete az, hogy nem biztos, hogy a fejek, akár a beszélő fej a legfontosabb a Fukuyama, hogy visszatérjük, hanem az irány. Tökéletesen igazad van, csak onnantól kezdve, hogyha a beszélő fej lehántja magáról a politikus meszt, és elővillan alóla a lobbista, abban a pillanatban valamiféle irányt mutat. De ez egy globális párt. Én a Békés Mártonnak kedvelem ezt az ellentét párját, aki maga mondja azt Közép-Kelet-Európáról elsősorban, hogy itt egy olyan törés fele mozgunk, ahol van egy globális párt, egy kívülről vezérelt érdek, ezzel azonosulni lehet szívvel élekkel, aki oda kötődik, és ehhez képest vannak a nemzeti, szuverenista alternatívák, irányok, és ezeknek a keresői. Csak és ezeket hogy... lehet personalizálni. Én oda térnék vissza, amit az András mondott, tehát hogyha nem is tudjuk personalizálni a deep state-et, de azért, hogyha belegondolunk abba, hogy ezek a tőkealapok, ezek a hatalmas tőkealapok, mondjuk egyszerre birtokolnak a háborús gazdaságban résztvevő cégeket, a gyógyszeriparban, az egészségiparban, az energetikában, az újjáép, az építőiparban, és ha csak ezt ebbe az ötbe belegondolunk... Meg a tudatipar, András. Rendben, csak most egyelőre csak az üzletről beszélek, és nem a tudatipar az a rendszer fennmaradását szolgálja, ez meg az üzletet szolgálja, mert ha ebbe az ötbe belegondolunk, és belegondolunk abba, hogy mi egyszerű hírfogyasztók azt látjuk, hogy államok között háborúk robbannak ki, de ha melegondolunk abba, hogy ez öt területet birtokló nagy tőkealapok abban a háborúban mind az öt területen érdekeltek, és már is látjuk, hogy miről beszélünk akkor. Na látom, már a mély államról beszélünk. Előre. Én még azért már múltkor is... Ebben a témában tiéd a végszó, és aztán megyünk tovább, de egyébként kapcsolódik ez a témához a következő. Köszönöm szépen. Ebben a múltkor is azért jeleztem, hogy ebben a nemzetállam globalista erők különbségtételben azért nem pontosan úgy gondolkodok, mint ti. Nekem az lenne igazából az ideális, ha már Európai Unióról beszélünk, hogyha lenne egy valóban Európában, európai értékekben gondolkodó európai mainstream, amelyik nem Amerika befolyásolja, amely a nemzeti hagyományokat és az Európához való tartozást tudja egyesíteni. És én az egész folyamatokat azért tartom a legszomorúbbnak, mert persze, hogy Magyarországot bírálják, meg Orbán Viktort bírálják helyesen, helytelen, most azt hagyjuk, hanem az, hogy Európai Uniót próbálják lehetetlenné tenni, és egyre inkább Amerikának a befolyása alá nyomni, elveszti az önállóságát, tönkreteszi a gazdaságát. Tehát én azt szeretném, hogy Magyarországon egyszer lenne egy nemzeti erő, amelyik ugyanakkor egy európai erő, és Európában látja a magyarságnak a felemelkedését. Az a baj, Gyula, hogy az Európai Unió az első asszisztens ebben a tönkretételben. Ebben egyetértünk, azt mondom, hogy baj, hogy így van, de szeretném, hogyha lenne egy európai erő. Na, menjünk tovább, vajon az Egyesült Államoknak a primátusát sérti-e az, hogy a Rolling Stone egy cikkében azt írja, hogy Trump, ha újra amerikai elnök lenne, kiléptetni az Egyesült Államokat a NATO-ból, András már is elnevette magát, de legalábbis lejjebb tekerni a katonai szövetség működését. Egy Glenn Deason nevezett norvég professzor ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a NATO-t a hidegháború után kellett volna felszámolnunk. Úgy folytatta, a NATO bővítése erről láthatóan felelevedítette a hidegháború zéró összegű logikáját és konfliktusokat okozott azzal kapcsolatban, hogy hol húzzuk meg az új választóvonalakat. Mindannyian rábólantottatok egyébként arra, hogy a NATO-t a hidegháború lezárása után kellett volna megszüntetni. Akkor kezdjük veled, András, hát miért? Mert ez következett a dolgok logikájából 89-90-ben. Most nem kell messzire szaladnunk, ha csak a magyarországi akkori kezdődő többpárti vitákat, a 90-es választási kampányt nézzük, talán a Fiatal Demokraták Szövetségét leszámítva, tehát az Orbán Viktor vezette Fideszt leszámítva, még az SZDSZ se beszélt NATO csatlakozásról. Talán pont Horn Gyula már ellen, de már miután elbukja az MSZP a választást, ő veti fel, de az MDF, SZDSZ és a kezdeti MSZP is Magyarország semlegességéről beszél. Az SZDSZ kék könyvében is semleges Magyarországban, ugye Nagy Imrét invokálva, stb. És ez következett a dolgok logikájából. Ahogy a Varsói Szerződés, egy totalitárius diktatúrának a kiterjesztett birodalmi szárnyaként, de egy hidegháborús intézmény volt, a NATO maga is egy hidegháborús, sőt, hát a NATO előbb jött létre, mint a Varsói Szerződés, egy hidegháborús intézmény volt a gonosz birodalmával szemben, ugye? Ez volt az amerikai megokolás 1949-ben. Tehát azért Európának az lett volna az érdeke a kelet-európai rendszerváltások után, hogy ezek a katonai szövetségek egyszerre szűnjenek meg,
és jöjjön létre egy egységes európai biztonság és védelem politika. Ennek a hiányának a terhét egyébként abban is nyögjük, hogy nézzük meg, hogy a különböző terrorcselekményekkel szemben az Európai Unió, az Európai Unió országai védtelenek, tehetetlenek, mert érdekes módon biztonságpolitika tekintetében korán sincs akkora összehangoltság, mint amire szükség volna. De ráadásul én magam csodálkozva vettem tudomásul, hogy Hongyulával és Orbán Viktorral az élen a 90-es évek közepétől a politikai elit, mint egy természeti törvény tekintette a magyar NATO csatlakozást. Én nem tudom, te hogy voltál vele, Gyula, én aktívan kampányoltam 97-ben a NATO csatlakozás ellen, és ezt én nagyon... Én meg mellette. Voltál. Így van, nagyon nem bántam meg. Nagyon nem bántam meg. Ketten voltunk aktív aktorok ebben, te hogy Én a NATO tagság mellett kampányoltam, mai napig tagja vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak. Ajajaj. És számomra alapvetően a legfontosabb év, ne nevessetek ki, az, hogy ebben a kelet-európai térségben szerintem látva mondjuk a görög-török ellentéteket, látva a szomszédországokkal való valaha gyökerezve ellentéteket, azt gondolom, hogy ennek a térségnek valami fajta biztonságot adsz, hogy egymással nem tudnak háborúzni. Mindenféle kekeckedés nélkül, Gyula, de te aktív támogatója voltál a Varsói Szerződésnek is? Nem, hát akkor nem kérdeztek róla, nem voltam képviselő, filmkritikus voltam. Az érdekes, hogy... De egy mondatot, bocsánat meg, nem akarok poénkodni. De annak idején azt mondták egyébként, hogyha a Románia nem lenne a szovjet megszállás valami, alatt, már régen megtámadta volna Magyarországot. A végén volt valami. Ilyet is mondtak. Az érdekes, hogy a Gyula azt mondja, hogy Magyarország kapcsán, hogy pronátó érzelmeket vallott magáinak, ugyanakkor, ha jól értelek, amikor felvezetted, akkor minden négyen bólogattunk, hogy a NATO-nak meg kellett volna szűnni a hidegháború végével, amiben érzek némi ellentmondást, mert amire mi beléptünk volna, akkor elvileg nem kellett volna, hogy legyen NATO. És azokat a problémákat máshogy kellett volna megoldani. Az igazság, hogy a NATO fennmaradás most szigorúan európai szempontból az... Én nem tudom megmondani, hogy a kényelmességből fakad, vagy hozzájárult a kényelmességhez, amiben Európa belecsúszott, amiről beszéltünk az előbb, de mindenképpen tényező benne. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy nincs önálló politikai karaktere az Európai Unió tagállamaiban lévő politikai személyek, politikai tényezőknek, pártoknak, akkor egyben arról is beszélünk, hogy ezeknek az államoknak bizonyos szempontból szintén nincs önálló karaktere. Persze. Mert például lemondtak az önálló védelempolitikáról, és lemondtak és nagyon sok mindenről, azért ezt le lehet vezetni viszonylag egyszerűen, bár ennél jóval összetettebb a 45 utáni helyzetből, tehát az amerikai hadsereg, az Egyesült Államok gazdasági behatolása, Marshall-terv, kulturális behatolása, azért ez végigmegy Európán. Talán valamelyik múltkori műsorban beszéltük, hogy valamely lengyel lap írta azt, amikor most átkerült Németországból Lengyelországba az amerikai katonai fókusz, hogy féltik a lengyel kulturális identitást, hogy mi lesz velük 20-25 év múlva, mert látják, hogy a németekkel mi lett. Tehát ezt így egyben, én legalábbis egyben tudom értelmezni, és ennek része a önálló biztonságpolitikáról és az önálló honvédelemről való lemondás, és ez a kényelem hozzájárult ahhoz, hogy a NATO fennmaradhatott. Hát enélkül, amiről beszélsz, a szuverenitásnak sincs értelme. Tehát, hogyha valaki egy szuverenista álláspontot keres, akár a kor lehetőségei között, akkor a védelmi biztonságpolitikai önálló láb lehetősége az elengedhetetlen. És nyilván ez a gyámság érv, ez lehet egy érv egy adott történelmi helyzetben, a hidegháború az nyilván egy ilyen érv volt, ahol ugye két nagy tömb állt egymással szembe, de a két nagy tömb megszűnése esetén, és ezeket mondjuk Fukuyamát is meghallgatnám, hogy hogy oldja föl ezt, amikor azt mondja, hogy véget ért a történelmi, és már csak egy pólus van, de mégis azt mondja, hogy de a NATO és az Egyesült Államok, hogy azért nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni. NATO és Oroszország közötti háborút is vizionál. De Oroszország nincs benne a történelme, ennek a logika alatt. Ez itt az nem kellett kérdés, volna Oroszországot bevenni a NATO-ba. Hát Gorbacsovnak volt erről. Volt erre gondolatkísérlete. Ha kibeszélhetem, nem beszélek ki. De Magyar Atlanti Tanácsban valaki arról beszélt, hogy amikor beléptünk, akkor még azt mondták, hogy Vancouvertől Vladivostokig fog terjedni az új biztonsági rendszer. Tehát ezt akarta, Magyar Kanadától. Igen, de nyilvánvalóan ez a rendszer azt a
logikát erősítette volna, amiről az András beszél az Egyesült Államokon belüli Deep State kapcsán sok szempontból. És mikor ez a rendszer nem jött össze, és rá tizenvalahány évre, a 2000-es évek második felében megfogalmazódik Lisszabonban az eurázsiai gazdasági rendszer, igen, akkor az amerikaiak kézbe kapnak, és onnantól fogva mindent megtesznek azért, igen, hogy ezt szétverjék. Ennek egyik eleme egyébként a közelünkben dúló háború is valami szerepben. Belefolytottuk Mátéba a szót, azért felejtve. Arra akartam csak reagálni, hogy igen, de akkor inkább ide kötöm és innen vezetem vissza, hogy ugye Jelcin visszaemlékezése egy nagyon jó kordokumentuma pont ennek, hogy az Egyesült Államok hogy verte szét azt az Oroszország, Európa közös együttműködését irányzó gondolkodást, ami azért nagyon jellemző volt Kohl, Schröder idején is, ugye nagy formátumok voltak a 90-es évek politikájában még. Viszont, hogy ugye megérkezzen ez a teljesen egyetértek az elvirányokkal a gyakorlathoz, hogyha azt nézzük meg, hogy a most dúló két nagy konfliktus, azért van még pár, csak azok valamilyen nem annyira fontosak, Hegyi Karabak, meg ezek ott, az nem érdekli annyira a nyugati közvélemény, de hogy az orosz-ukrán háború kapcsán az Egyesült Államok szerepe, amire Schrödernek nagyon jól rávilágít a mondása, hogy ott azért szították kívülről az orosz-ukrán egymásra találáshoz képest a konfliktust, vagy megnézzük Gázát, ugye a gázai konfliktusnak is számtalan olvasata lehetséges. Ugye van nyilván humanitárius megközelítés, civilek halnak, nincs villany, értelemszerű. Van azért nyilván egy ilyen vallási, kulturális megközelítés, ugye ott az iszlám, a politikai iszlám és a nem iszlám harcát. Ott azért nyilván van egy, ha tovább megyünk, van egy az állami szuverenitást védő megközelítés, és egy nép önrendelkezési jogának a keresése, ez a konfliktus. Lemegyünk a még, akkor ráadásul ugye népek, etnoszok állnak egymásra szemben, ami egy nagyon őseredeti történet. Ez mind valid megközelítés, de amikor ezekhez képest viszont megjelenik az Egyesült Államok érdeke, megjelennek a nagyhatalmak, megjelenik a NATO, ezek sertepert élnek egy lokális konfliktus közelébe, és ez igaz az orosz-ukránra, igaz Gázára, akkor ott már valami régen rossz, és az megint az eszkaláció, megint a tömbösödés, megint az újabb szereplőknek a belesodródása irányába mutat. És talán ez a legnagyobb veszélye ennek, hogy az Egyesült Államok aktor és a NATO-t továbbra is a hidegháború után létjogosultságát vesztve is eszközként használja ebben a szerepvállalásban, mert hogy látjuk a lokális konfliktusok közelében, ahol ebből nagyon könnyen regionális, meg globális konfliktus pattanhat ki, és ez a veszély azért mind a kettő frontnál ott fenyeget. András? De én azért alapvetően azt gondolnám, hogy a történet tényleg valamikor ott a 2000-es évek után fordult meg, mert az ezredforduló körül az Európai Unión belül volt egy nagyon erőteljes mozgás abban, hogy legyen egy szoros, közös védelmi biztonságpolitika. És aztán ez valahogy léket kapott ez a törekvés. Idáig érdemes visszamenni, és hát arról nem is szólva, hogy hát tényleg nincsen érdemi magyarázat arra, hogy Gorbacsovnak az egész Európa ház kezdeményezését végül is miért ne vette ki a nyugat a 90-es évek legelején. Tehát én összegezve azt látom, hogy bármennyire is Magyarországnak történelmileg nem túl szívélyes a viszonya a Kárpát-medence környező népeivel, ma a 21. században, és hát ez jó példa a jelenlegi szlovák fordulat is, paradox módon a hagyományosan ellentétes érdekű etnonacionalista, stb., de szuverenista környező kormányzatokkal, lásd Pozsony vagy Belgrád, könnyebben tudunk egy modus vivendit kialakítani, mint azokkal. Lásd például Bulgária, ugye Bulgáriával nekünk történelmileg jó volt a kapcsolatunk középkorra visszanyúlóan, de Bulgáriát gyakorlatilag a jelenlegi szófiai kabinetet joystickkal irányítják a tengeren túlra. Igen. Azért azt tenném hozzá, András, azért hozzátenném, a 900-as évek, 1990 elején környéken ezt még nem lehetett ennyire tudni. Tehát akkor még Mecsár volt, Romániában senki nem tudta, hogy európai politika lesz, vagy nem. Ilyen értelemben, tehát szerintem egy biztonsági játék volt Magyarországnak a belépése a NATO-ba, ma se döntenék másképp. A kiterjesztésével, az Ukrajna bevételével, legkevésbé se értenék egyet. De hogy miért bólogattam igazán annyira, amit mondtatok, azt szeretném megmagyarázni, hogy
amikor Trump szóba került, szóval én úgy érzem, hogy soha életemben nem szurkoltam a republikánusoknak Amerikában. Most azt gondolom, hogy ha Trump nyerne, annak egy haszna lenne, hogy az európai politikusok rákényszerülnének, hogy Európával foglalkozzanak, mert rájönnének, hogyha Trump leírja őket, nem foglalkozik Európával, akkor talán elsöpörnék ezt az embereket, és olyanok jönnének vissza, nem akarok csodákat, de legalább mint egy Mitterrand, legalább nem személy szerint, mert meghalt szegény. Politikai bölények kellene. Aki Európában gondolkodik, és nem abban, hogy az amerikai nagykövet mit mond, mit nem mond. De majd magyar ellenzékben is ilyen lenne jó, persze. Fogalmazunk nyíltan, Gyula. Amit, azt, hogy most mi történne, ha ez nyilván tök értelmetlen, tehát ha most éppen Trump lenne az elnök. Na de, amit Trump... Kérdés, hogy lesz-e? Belpolitikában, én szeretném, hogy legyen. Tehát amit Trump belpolitikában, Amerikában belüli társadalmi politikában művelt, az baloldali szemmel szörnyűséges, borzalmas a társadalmi politikai felfogása. Ökológiai szempontból is, tehát ahogyan az olajbiznisznek kedvez, az szörnyű. De ha globálisan nézünk rá, tehát nem akarnánk úgy csinálni, mint hogyha mi amerikaiak lennénk, akkor sajnos az a szomorú mérleg, hogy az elmúlt 50 évben két olyan amerikai elnök volt, aki nem jelentett fenyegetést a világbékére, az egyik Jimmy Carter, Isten éltesse sokáig, lassan 100 éves, így van, a másik pedig Donald Trump. Igen, így van. Én azon gondolkodtam, mielőtt az András elmondta volna ezt a dolgot, hogy a NATO fennmaradásáról beszélünk, de ugyanakkor azt kell látnunk, hogy a NATO mint modell az Amerikának kifejezetten előnyös. Most azt értem, hogy a Trump miért akarja ezt az egészet megváltoztatni, de azért előnyös, mert nagyon sokszor, bár ők finanszíroznak nagyon nagy részt ezekből a dolgokból, de nagyon sokszor a problémákat más lokációkba viszi el, uh-huh. és másokkal vívatja meg. Uh-huh. Nem véletlen, hogy a Közel-Keleten is hasonlót akartak létrehozni, most azért ez már biceg erősen. Jó, hát azért most ott fékként jelent meg a kép, nagyon jó. Hát igen, de azért óvatos lennék, várjunk még egy kis időt, hogy hogyan alakul majd Szaúd-Arábia és Irán viszonya, uh-huh. ennek a hátterében Kína hogyan sejlik föl, és akkor már ott vagyunk egyből a másik NATO hasonló szerveződésnél, az AUKUS-nál, uh-huh. ami a csendes-óceáni térségben szervezi Amerika pártján lévőket össze Kínával szemben. Nagyon érdekes, hogy a franciákat kitolták ebből a dolgból. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a csendes-óceán szinte hogy Amerika mintha nem akarna ezen a modellen változtatni, de a világ megtapasztalta a nem mondásnak az ízét, és ezek döccenőkkel mennek. Sokkal nagyobb döccenőkkel, mint nyilván a második világháború után, a hidegháború alatt könnyebben ki lehetett alakítani ezt a történetet, de azért itt látjuk azt, hogy nem tudom másképp megfogalmazni, nemzeti érdekek alapján nemet tudnak mondani bizonyos érintett tagállamok. És ezeket a döccenőket azért sem érdemes alábecsülni, mert egyrészt ezekben a konkrét konfliktusokban is, amiket most látunk és amikről beszélünk, és nagyon egyetértek ezzel, ott azért elég sok olyan lépés van, hogy mintha Amerika már nem lenne a mindenható aktor, NATO-val a háta mögött sem, amikor most el-Sisi egyiptomi tábornok is elutasította gyakorlatilag az amerikai diplomáciai közeledést, ugyanígy járt Szaúd-Arábiában is az Egyesült Államok, akkor felsejlik, hogy az, amivel indokolni tudnánk magunkban ez a gyámság, hogy na azért Amerika itt a jóságos atya mindent beborít a köpenyével, és béke lesz, és szeretet, és virágokat eszünk, hogy ez látványosan nem igaz, és nem működik. És nem működik azért sem, mert ha más nem, azt megmutatta az elmúlt másfél év datálva az orosz-ukrán nyílt fegyveres konfliktusnak a kitörésétől, hogy az egész világ sem táncol úgy, hogy az Egyesült Államok fütyül. Tehát az, hogy hogyan rántja össze a BRICS országokat, a G20-akat, hogy milyen ellenmozgások vannak az Egyesült Államokkal szemben, azt teszi különösen veszélyessé ezt a nagyon görcsös, egypólusú, NATO-val takarózó gondolkodását az Egyesült Államoknak és az akarat érvényesítésének a szándékát, mert szemlátomás már nem megy a kés a vajban, úgy, ahogy azt megszokták. Nem olyan fontos már az euróatlanti térség? Hát, ezáltal a NATO is vesztett a fontosságából? Hát, hadd egészítsem ki azzal, talán azért is, mert tegnap volt 100 éves a török köztársasági kiáltása, hogy ez az amerikai politikának súlyos
hibái, vagy sok mellénézése is vannak. Hát ugye Törökország mégiscsak a NATO, Európa, Nyugat számára egy kulcsfontosságú geostratégiai ország. Második legnagyobb hadserege van. Tulajdonképpen az egyetlen muszlim ország, amely bizonyos értelemben a Nyugathoz tartozik. És akkor elnézést, de Ukrajna meg most a mostanában Georgiának nevezett Grúzia felvételét a NATO-ba erőltetik, Törökországot meg úgy kezelik, mint valami másodrendű leprás országot, egy öntudattal rendelkező nagy nemzetet, és ha ez egyszerűen nemet mond az EU, nem Svédországnak, hanem a maga NATO tagságának, akkor százszor többet vesztenek, mint azzal, hogy Donyeck ide tartozik, vagy oda. És nem is értem, hogy miért, hogy nem. Ha már tényleg olyan deep state és olyan dipek, akkor ezt hogy nem látják be, hogy Törökország mennyivel fontosabb lenne. De csak Gyula, ezekben mind tökéletesen igazad van, csak én nem hiszek abban, hogy ilyen szinten pusztán a hülyeség vagy a rövidlátásra magyarázhatok. Igen, kérdezem az okot. Én visszamennék néhány logikai lépéssel. Tehát amiről itt talán az Andrással elkezdtünk néhány körrel korábban polemizálni, hogy szerintem a mai világban, de már a 20. század második felében is az igazi kulcskérdés, ami talán fontosabb is, mint a ásványkincsek birtoklása, az a beállítódások feletti uralom. Igen. Tehát ha a beállítódásokat tudod uralni, akkor mindent uralsz, mert akkor már zsarolás, fenyegetés, erőszak sem kell, mert az állampolgárok maguktól fogják követelni azt az irányt, amit te érvényesíteni akarsz. Azért hozom elő, mert ahhoz, hogy a tudatipar, meg a big tech, tehát a platformok és a többi. Tehát amire te utalsz, azért nem gondolom, hogy teljesen hülyeség lenne, mert ha a nagy kép, tehát a globusz egészét tekintve a globális nagy tőke mégiscsak a progresszív fedő ideológiával próbálja a beállítódásokat uralni. Na már most Törökországban az ezredfordulót követően lett egy muszlim ébredés, egy szuverenista fordulat, ami nyilvánvalóan konfront akarja, nem akarja, geopolitikai érdekek ide, közel-keleti átalakulás oda, konfrontálódik ezzel a progresszív beállítódási uralommal. És szerintem itt van a konfliktus gyökere Törökország és az USA között. Ez nem szimplán hülyes. Előtte is utalták őket. Egy-egy reakció. Röviden. Amit András mond, az semmi más, mint hogy a pavlovi reflexekre akarják lebutítani a véleményformáló társadalmat, és ez nem csak a reflexekről szól, hanem arról, hogy megfosztanak az önálló gondolkodástól. Tanítható feltételes reflex. Máté? 100 év ide vagy oda, Atatürk hagyományától elfele mozog Törökország, és az nem véletlen, ez reakció arra, hogy valóban a globális tudatipar az, ami dominál és irányba terel, és ehhez képest szükségesek az alternatívák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, igazán izgalmas volt ez a beszélgetés. Önök az Ez itt a kérdés lettek. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Legközelebb csütörtökön találkozunk, akkor a 21. századi ember halálhoz való viszonyát vizsgáljuk. Megtartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.